Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjön egy kis Code Ghost játék Necrovat alkalmából, hogy válaszoljak a kommentekre, amelyet ott hagytatok a Code Ghost, vagy amit akartok videóra, mert rengetegen kommenteltetek, és rengeteg jó ötletet adtatok, de volt, akinek mondtam, hogy fogok videóban is válaszolni a különböző kérdésekre, és ugye... Egyre sokan kértetek Code 2-t, azt már ugye töltöttem föl. Ha szeretnétek, akkor még úgy tölthetek föl igazából, de még ki kell találjam a témát, de mondjátok meg ti a témát, szóval ha szeretnétek Code 2-t látni, akkor mondjátok meg ti, miről legyen szó Code 2-ben. Sokan kértetek Code 4-et, azt is szívesen csinálok, és a téma megint csak ti mondjátok meg, hogy mi legyen az, de választhatok valami olyan témát, amiről úgy érdemes is beszélni, valami olyasmit, ami tényleg kevesebben tudnak, vagy valami nem ilyen. Volt, aki azt írta, hogy a legjobb csipa helyek, és ez a Code 4 az már 10 éves játék, hanem több mint 10 éves, és már úgy mindenki tudja, hol vannak a legjobb csipa helyek, szóval valami olyasmit, amiről úgy érzitek, hogy ezt kevesebben tudják. Például beszélhetünk a CFG-kről is Code 4-ben, hogy mit, hogyan állíts be magadnak ott a CFG-ben, hogy egy kicsit jobb grafikai teljesítményt érjél, hogyha rosszabb a géped, vagy több FPS-t, magasabb fovot, stb. Szóval erről beszélhetünk ezzel kapcsolatban. Na, de volt itt valaki, aki írta nekem, hogy VHZNC írta, tehát VHZMC, régebbi feliratkozók, ő írta nekem, hogy pihentethetne meg kicsit a BF-et is, meg a kodot is, mert hogy szerinte ezt egy kicsit meguntam, vagy hát már nem annyira izgalmas, mint most volt, vagy például mint mennyire élvezem a Titanfall-t, és nagyjából ugye ekköré foglalta, hogyha nem csinálom szívesen, akkor inkább ne is csináljak, mert ugye akkor rámegy a játék élvezetre, mármint a játék a gameplay-en meg fog látszani, és ez tény, ez igaz is, meg is látszik azért a gameplay-en, hogyha nem élvezem egy játékot, és akkor elmondom, hogy mivel helyzet nálam ezzel a Call of Duty-val, ugye, mi gyakorlatilag rohadt rég játszom, és rohadt sok időt töltöttem el nagyjából azért az összes Call of Duty-ban, és nem az van, hogy meguntam, ez az a játék, amit már rohadtul ismerek, és biztos vagyok benne, hogy a sok videó alatt, amit mondtam, nagyon kibeszéltem magam már belőle, az biztos, nagyon sok tippeket raktam föl, és különböző meglátásokat azért tényleg egy kicsit másképp, mint a többi videó szokta ezt csinálni. És azért most érzem úgy, hogy ugye miután megcsináltam ezt a Code Ghost sorozatot mindenről, amit tudok, azért amit 10 év alatt felszedtem multiplayerből, így egy kicsit így úgy érzem, hogy így kimondtam végre úgy mindent, most már tényleg mindent elmondtam, de nincs már ilyen nagyon apró titok, ami megtartottam magamnak, hogy azzal előny szerezek, nem, hogy tényleg elmondtam mindent, amit tudok általánosan a Call of Duty-król, belefoglalva Ghost-ot, stb. Úgyhogy ez van most a Call of Duty-nél, és nem az van, hogy nem szívesen videóznék ezzel kapcsolatban, de szívesen videózok ezzel kapcsolatban, csak a Call of Duty-t most már megtartanám egy ilyen rendben van, nagyon szívesen csinálok videót, én nem igazán szoktam most nagyon játszani vele, nagyon húz a szívem a Titanfall és a Battlefield felé, hogy őszinte legyek, és a Call of Duty-t mint olyat megtartanám inkább nektek, hogyha akartok ugye valamit, akkor az a kapcsolatban feltöltöm, megtárgyalom, tehát mint egy ilyen jól ismerem játékot, ha valamire szükségetek van, vagy azoknak, akik éppen most élik csúcspontjukat Call of Duty-ba, és van még mit tanulni ők, nekik nagyon szívesen csinálok videót, de nem fogom megismételni magam gyakorlatilag, szóval így állok mostanában a Call of Duty-hoz. Tehát nem fogok kétszer megcsinálni ezt a videót, belinkelem neki, hogy ezt nézd meg, lehet, hogy ez segít, stb. Ha valami olyasmi van, amiről nem csináltam videót, akkor arról fogok csinálni. Volt, aki mondta, hogy a Titanfall, lesz még Titanfall, fogok feltölteni Titanfall-t, úgyhogy emiatt nem kell aggódni, nagyon élvezem azt a játékot. Battlefield sorozatot mindenképp be fogom fejezni, de az a Battlefield elég komplex, úgyhogy úgy adják magukat a témák egyébként, és Battlefield mint játék olyan, hogy nagyon helyzet függő, hogy mikor mi megyik. Meg lesz az az egy első kód és tizedik kód között ilyen játékvélemény összefoglaló, hogy hogyan látom a játékot, ez meg lesz, ez egy elég komplex téma lesz, hosszabb videó, mindenképp meg szeretném
csinálni. Livestream lesz majd, ha minden jól megy, beszerzek úgy internetet, és akkor indíthatunk Franco livestreamet, tehát nem ez a YouTube a live izért feltöltök, mint Ali éjszakot, vagy mint csináltam én is kicsit régebben, hanem Franco livestream, remélem arra kíváncsiak vagytok, tehát azért közben iratkozzatok fel a Twitch csatornámra, és akkor ha minden jól megy, hamarosan megjön az újnet, 20 megabyte feltöltés, már alig várom, és az a nagyon jó kis képminőséges mindent tudok közvetíteni, úgyhogy ha minden jól megy, minden oké lesz, akkor lesz jobb net is, Franco livestream, Cod Ghost, Battlefield, Titanfall, vagy amit akartok. Nos, ez az egy, megint egy új kihívás lesz számomra, és egy új játékélmény, és egy új műsor, koncepció, úgyhogy már meglátjuk ezt, hogy alakul, természetesen a követőktől is fog függni. MV2 gameplay lesz, már kész van, lesz, és meg lesz, és minden, és úgy. Miket kértetek ti? Igen, Codename Free For All Hardcore, az a Free For All lesz mindenképp, de meglepetés, na, az is lesz mindenképp, ugye... Nagyjából ennyi lett volna, ugye sokan te Cod 4, Cod 2-t kértetek, volt aki kért Black Ops 2-t, még rá kell arra tegyem az agyamat, de nagyon sok videóm van Black Ops 2-vel kapcsolatban, csekkoljátok le azokat, aki szeretne Black Ops 2-t látni, azok még a régi, még a laptopos korból készültek, hogy úgy mondjam, ahol igen meg kellett küzdenem minden gameplayért, felvételért, videóért, úgyhogy azokat úgy értékeljétek, de a témák mindenképp érdekesek és jók. Nos, nagyjából ennyi lett volna. Volt, aki adott egy nagyon durván jó ötletet egy nyereményjátékkal kapcsolatban, amik pedig az lett volna, hogy aki nyer, az egy személyes oktatásban részesülne Call of Duty-ban, hogy úgy mondjam, és azt követhetnétek le élőben, de az egy elég durva és komplex feladat. Nagyon jó ötlet, nagyon tetszik, de én fingom sincs, hogy meg tudnám-e valósítani, viszont én gondoltam egyre, és itt jön a ti szavazatotok, hogy szeretnétek-e vagy sem. Tehát ugyanígy a nyereményjáték keretében kiválaszthatok valamit, ami egy kicsit azért egyszerűbb dolog, kiválasztok valakit, tehát ez egy valaki nyerhet, és hogyha gondoljátok, és hogyha kedvetek van, akkor tudok csinálni egy 1v1 sorozatot kódban. Úgy értem, hogy 1v1 technikák, szóval, hogy mire, hogyan kell figyelni 1v1-ezés közben, mert azért az más, mint a Domination, TDM, stb. 1v1-ben másképp is kell gondolkodni egy kicsit. Úgyhogy, és az az egy ember, aki megnyeri, akkor az segíthet nekem, egyrészt azzal, hogy megcsináljuk a videókat, és másrészt ugye ő magának is tapasztalatot szerez. Szóval ez lenne az egyik nyereményjáték, de csak akkor, hogyha mondjuk egy jó 100 ember vagy több érdeklődik iránta, mert csak akkor van értelme, és akkor meg is hagyom, tehát ha elérjük a 100 lájkot ennél a videónál, akkor megcsinálom azt a nyereményjátékot, tehát 100 lájk vagy fölötte, 100 emberért már érdemes, hogy úgy mondjam, megcsinálni azt az 1v1 technikák sorozatot, és akkor úgy, de hozzá kell érni mondjuk azt a bizonyos 100 lájkot, ha nem, akkor nem lesz bőle semmi, de ez most itt így rajtatok múlik. VHZ MC még felvetette azt is, hogy játszhatnék ilyen retro játékokkal, Quake, de hogyha már Quake, akkor inkább Unreal Tournament, azt valahogy jobban szerettem, és jobban szívemhez. Na mit szólnátok, hogyha láthatnátok egy ilyen Franco első Unreal Tournament gameplayt, mondjuk 1v1 ezek Xen ellen, tőle tanultam meg 1v1-ezni, ha ki emlékszik Xenre, ugye ő volt a TDM részének az utolsó pályán az ellenség, az ellenfél, és rohadt nehéz volt ellen játszani, mennyiszer kikaptam, hogy végül le tudjam győzni ezt a tagot, azért megvolt a maga hangulata, de ha gondoljátok, akkor csináltok egy ilyen retro FPS sorozatot, és szerint össze is válogathatok egy-két játékot, ami nekem tetszett, amiről úgy gondolom, hogy érdemes játszani, unalom űzőknek, régiek, újak, stb. De mivel én úgy jártam ugye a videókat, hogy már jó előre azért le vannak készítve, mert kb. Egy hétre előre le vannak készítve a videók egyébként, úgyhogy mindenre így csúsztatottan
kerül sor egy kicsit, ugye, ahogy az időm engedi. Hogy őszinte ezek, azért már nem tudok annyit játszani, mint régen, tehát régen azért elég masszívan kockultam a gép előtt, most már azért többet viszont bulizunk, stb. Na, ezt inkább hagyjuk. Szóval többet dolgozok, hogy úgy mondjam, és ugye kevesebbet játszok. Ez is látszik meg azért a gameplayben, tehát mert nem tudok olyan szintű profi játékot letenni az asztalra, mint amit régen tudtam volna. De a tapasztalat megvan, és úgy olyan például most ugye itt az egyik a Titanfall, ami eléggé fel tud pörgetni, és ki tudja belőle hozni az állatot időnként, és akkor nagyon jól esik azért régi fényben tündökölni, hogy úgy mondjam. Nos, de... Ja, azt hiszem, így kitárgyaltuk, mint már mondtam, bocsánat, hogyha eléri ez a videó a 100 lájkot, akkor, vagy a 100 fölött itt inkább, tehát akkor megcsináljuk azt a nyereményjátékot, a győztes akkor egy olyan személyes oktatás féleségben és nekem egyben segítségben fog segíteni nekem arról, hogy beszéljünk ugye egy kicsit egy-egy technikákról, Call of Duty-ban, általánosan Call of Duty-ban, és ha netán megvan neki még több Call of Duty is, mint ami akkor így látmehetünk különböző Call of Duty-ban is, tehát nem csak Ghost-ban, vagy lehetünk Call of 4-ben, MB2-ben, szóval mindegy, hogy miben, de mondom, az ez a videónak azért túl kell lépnie azt a bizonyos 100 lájkot, és akkor van értelme tényleg megcsinálni, mert tudom, hogy egy-két ember jelentkező azért lenne erre, aki szívesen tanulna, mert biztosan vannak közt ezek, akik elselezik, és most tanulja, vagy egyszerűen csak kíváncsi. Úgyhogy biztos lenne rá jelentkező, de hogy azért megérje, hogy időt fektessek én is bele a munka mellett, barátnő mellett, a haverok mellett, akkor tényleg az látnom kell, hogy titeket is érdekel ez a buli. Nos, nagyjából most már ennyi. Ha még egyszer elmondom, hogy nagyjából most már ennyi, akkor nem tudom, említsétek meg a videóban, hogy túl sokszor mondom el, hogy most már nagyjából ennyit. Ja igen, hogyha akarjátok, akkor Tamás Rutka írta még, hogy Warface újra bemutatást, hogyha gondoljátok, tehát akkor megnézhetitek újra a Warface-et, hogyha kedvetek van. Szóval még mindig hagyhatjátok ott nyugodtan, hogy még mindig mit szeretnétek látni. Nagyjából amit kértetek a Code Ghost és amit akartok videónál, azok már így megvalósultak, tehát már így előre el vannak készítve, úgyhogy hogyha még többet szeretnétek látni az adottakból, tehát Code 2, Code 4, tehát mint mondom, hogy Code 4 SD tapasztalatokat nem fogok mondani, azokat azért van egy határ, amit így megtartok. Hogy úgy mondjam, hogyha még szeretnétek azért Code 4-et látni, Code 2-t, akkor adjátok meg ti a témát, hogy miről legyen szó. Zombies vs. Extinction lesz majd, kicsit rászánom magam, az arról is azért tudnék beszélni, hogy úgy mondjam, de mindenképp. Jönnek a videók, nagy részük már kész is van, úgyhogy nagyon köszönöm az ötleteket, nagyon végre megindítottátok az írókátokat, és írtatok, és azért azt ne felejtsétek el, hogy ez a ti hangotok, tehát a videózás részben arról szól, hogy nem csak, hogy azt csinálom, amit én szeretek, mert én így is úgy azt csinálom, amit szeretek, szóval én így is úgy töltök fel Battlefield-e, Titanfall, de azt is szeretném csinálni, amit ti szeretnétek látni, tehát az is hozzátartozik a videózáshoz, az élményhez, és az, amit szeretek csinálni, hogy igyekszem megcsinálni azt, amit ti kértek, úgyhogy ne legyetek restek leírni, hogy mit szeretnétek látni. És mint már mondtam, azért igyekszem megcsinálni, hogy az idő engedi, és nagy javarészük azért már kész is van, és nekem is móka azért, mert marha jó ötleteket szoktatok otthagyni, és nagyon jó kis busztot tudtok adni, és sokszor eszembe jut, hogy úristen, tényleg erről is kéne beszélni, arról is kéne beszélni, és ti írjátok le ezeket, szóval így nélkületek, így csinálhatom a videót, de akkor valószínűleg csak azt fogom csinálni, ami tényleg engem vonz, mert valaki írta volt nekem, hogy kik vagytok ti ahhoz,
hogy elmondják, hogy megmondjátok nekem, hogy mivel játszok. Hát pontosan ti vagytok azok, akik megmondanak nekem, mivel játszok, mert ti vagytok azok, akik szeretnétek valamit látni, és én őszintén elkészítem azt. Szóval ez így azért erről szól, egy jó kis kooperáció. Jó, ti kívántok, én megcsinálom, mert azért videózom tulajdonképpen, és most már régóta videózom, most már nem csak arról szól, hogy videózom és kimondom magamból, amit akarok, mert hogy 500 feliratkozom van, és ez tök jó móka, most már arról is szól, hogy most már, ha már 3000-en ott vagytok, akkor szóljon ez nektek is, nem? Úgyhogy, ja, nos, köszönöm a figyelmet, a következő videókig, sziasztok, és mondom, hagyjátok ott, amit szeretnétek látni, ne legyetek restek írni, sziasztok, ja.